Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Szerbia, Németország és Szlovénia. Szerbiával kezdünk. Egy hete történt a migráns csoportok közötti leszámolás a vajdasági Hajdújárás lakott részén. Azóta minden nap hallani lövöldözést a közeli erdőkből. Az illetékesek türelemre intették a lakosságot. A részletekért Lajko Anettet kapcsoljuk. Anett, hogyan telt először is az elmúlt éjszaka Hajdújáráson, és a lakott területen történt lövöldözés óta milyen a hangulat a településen? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Így van, egy hét telt el azóta, hogy migránsok fegyveres összetűzése történt Hajdújárás lakott részén, és azóta is rendszeresen hallani lövöldözést a közeli erdőkből. A helyiek egyébként több száz töltényhüvelyt találtak a település utcáin, a szántóföldeken, illetve a gyümölcsöseikben. Rettegnek, ez az egy hét, ez borzalmasan telt számukra. Beszéltünk olyan hajdújárásival, aki elmondta, hogy az elmúlt egy hetet a padlón fekve töltötték éjszaka, hiszen attól félnek, hogy egy újabb összetűzés során egy eltévedt golyó megsebesíti őt vagy a gyerekeit, és hát azonnali megoldást sürgetnek a helyiek. A közösségi oldalon osztják meg egymással észrevételeiket, tapasztalataikat a migránsokkal kapcsolatban. Az éjszaka is több olyan biztonsági kamera felvételt osztottak meg, amelyen jól látszik az, hogy 20-as, 30-as illegális bevándorlókból álló csapat járja a település utcáit. Állítólag ők azonnal, a helyiek azonnal értesítik a hatóságot, amikor ilyesmit észlelnek. Egyébként ez az egy hét alatt tartottak egy lakossági fórumot is Hajdújáráson, amelyen részt vett Szabadka polgármestere és a rendőrség vezetője. Ők türelemre intették a helyieket. A helyiek azonban azt mondják, hogy elfogyott a türelmük és azonnali megoldást követelnek. A lakossági fórum óta a hatóság egyszer elszállította az illegális bevándorlókat a településről, viszont néhány napon belül ők visszatérnek ide Hajdújárásra, illetve Szabadka környékére, hiszen a taxisok visszaszállítják őket. A helyiek elkeseredettek, tanácstalanok, és nem tudják, hogy mi lesz a továbbiakban. Németországgal folytatjuk. Panaszlevelet írt egy németországi város polgármestere Olaf Scholz kancellárnak a településre érkező migránsok magas száma miatt. Közben a CDU egyik politikusa videóüzenetben bírálta a szövetségi kormány migrációs politikáját. Úgy fogalmazott, reméli, hogy végre mindenki felébred az országban. Kapcsolunk Berlinbe tudósítónkhoz, Noah Katalinhoz. Nos, érkezett-e reakció a kormánytól, illetve mennyire tarthatatlan a helyzet a településeken? Jó reggelt kívánok! Több németországi település is tiltakozik a migránsok befogadása ellen. Burg nevű város polgármestere panaszlevelet írt Olaf Scholz kancellárnak, és azt írja a levélben, hogy a helyi lakosság egyre kevésbé bízik a szövetségi kormány politikájában. Fontos hangsúlyozni, hogy itt egy történelmi településről van szó, már a 900-as években említést tesznek róla a dokumentumok, a település híres a tornyairól, tehát eddig főként szírek, afgánok, törökök érkeztek, a lakosság 10%. A migrációs hátterű, viszont ők nem integrálódnak. A polgármester arról is ír, hogy egyértelműen látszik a településen a változás, illetőleg a lakosság szerkezetén a változás. Például a belvárosban sorra nyílnak a borbélyüzletek, a lakosság számára pedig egyre nehezebb elfogadható ingatlan találni. A legnagyobb a gond a polgármester szerint az iskolákban és az óvodákban, nagyon kevés a gondozó, és a helyi szülők számára problémát jelent, hogy például egy óvodai csoportban több nyelven is beszélnek a gyerekek, tehát ez a helyi gyerekek német anyanyelvi fejlődését nem segíti elő, egyértelműen akadályozza, és a település költségvetése deficites, szükség lenne például egy új épületre a tűzoltóság eszközállománya számára, a jelenlegi épület az összeomlás határához érkezett, de 10 millió euróba kerülne, és gyakorlatilag erre egyáltalán nincs pénzük. Megoldási javaslatokat, illetőleg követeléseket is megfogalmaz a polgármester, tehát szükség volna az Európai
Európai Unió külső határainak a védelmére, a kitoloncolásra, és nagyon fontos lenne, hogy bővítsék a biztonságosnak minősített származási országok listáját, hogy azok, akik jogosulatlanul tartózkodnak Németországban, visszatérhessenek a származási országba. Úgy tűnik, hogyha szabad így fogalmazni, a példa ragadó, sajtóhírek szerint egy közeli település Gentin is tervezgeti egy panaszlevélnek a megfogalmazását, és sajátos módon sajtóhírek szerint itt egy zöldpárti politikus az, aki még keményebb levél megfogalmazását sürgeti, és azt Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe is elküldeni. De van olyan németországi település is, a Mecklenburg-Előpomerániai Upál, ahol folyamatosak a tüntetések. Itt egy 500-as lélekszámú településről van szó, és 250 migráns számára alakítanának ki egy konténer falut a település határában. Egy időre felfüggesztették a munkálatokat, most azokat ismételten folytatják, a lakosság a hétvégén ismét tüntetett, és demokráciát követelő, illetőleg a bevándorlást megtiltó táblákat tartottak a magasba, és valóban főként az ellenzéki politikusok azok, akik megfogalmazzák véleményüket. Mecklenburg-Előpomeránia egy helyi CDU-s politikus, a Tino Schumann az, aki a német sajtóban közzétett egy videóüzenetet, és ott mondja el kifogásait, tehát egyértelműen elmondja, hogy itt egy nagy múltú országról van szó, amit generációk építettek fel, és ezt nem lehet egy ideológia szolgálatába állítva tönkretenni, és ő is megfogalmazza követeléseit, tehát virágos, szép szavak helyett egyértelmű cselekedetekre van szükség, és hát javaslatot tesz arra, hogy tegyenek különbséget a valódi, tehát a háborús menekültek között, illetőleg azok között, akik jogosulatlanul érkeznek Németországba, és nem jogosak a menedékre. Körképünket Szlovéniával zárjuk, ahol a közigazgatási bíróság döntése szerint alkotmányellenes a menedékkérők fogvatartása a menekült központokban. A részletekért Lendvára kapcsolunk Magyar Lovrics Mirjanához. Nos, a szlovén emberi jogi biztos is már többször figyelmeztetett, hogy törvényellenes a migránsok mozgásának korlátozása. Mindezek tükrében hogyan járnak el a szlovén hatóságok? Szép jó reggelt kívánok! Azokat az illegális migránsokat, akik szándékukat fejezik ki, hogy menedékjogot kérnek Szlovéniában, nem korlátozzák mozgásukban. Ezt írta a szlovén kormány az emberi jogi biztosnak adott válaszában, aki többször is figyelmeztetett, hogy a menedékkérők fogvatartása a menekült központokban törvényellenes. Szerinte, ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy bizonyos esetekben, például a közérdek védelmében meg kell tagadni a menedékkérőktől a szabad mozgást, akkor először törvényben kell szabályozniuk az ilyen intézkedéseket. Az ombudsman álláspontját egy nemrégiben hozott bírósági döntés is alátámasztotta, amely szerint Szlovénia azzal, hogy a menedékkérőket bezárja a menedékközpontokba, megsérti a migránsok személyi szabadsághoz való alkotmányos jogát. A közigazgatási bíróság egy 18 éves afgán állampolgár ügyét tárgyalta, akit más külföldiekkel együtt bezártak egy menekült központba, anélkül, hogy írásban tájékoztatták volna mozgásszabadságának megvonásáról, vagy közölték volna vele, hogy mikor zárul le a menedékkérelmi folyamat. A közigazgatási bíróság döntése szerint tehát a menedékkérők fogva tartása a menekült központokban alkotmányellenes. A migránsok gondozásáért és integrációjáért felelős hivatal szerint az ítélet nem azokra vonatkozik, akik már nemzetközi védelmet kértek, hanem azokra, akik kifejezték erre irányuló szándékukat. A menedékkérés szándékát kifejező külföldi állampolgárokat a menekült központokban helyezik el, ahol ételt, egészségügyi ellátást és ruhát kapnak. A hivatal rámutatott, hogy jelenleg a befogadó helyre két jogszabály vonatkozik. Az egyik kimondja, hogy az ott tartózkodók hivatalos kíséret nélkül nem hagyhatják el az épületet. A másik szerint pedig, ha egy külföldi állampolgár kifejezi azt a szándékát, hogy nemzetközi védelmért folyamodik, de ezt követően elhagyja a központot, ez azt jelenti, hogy már nem akar menedékjogot kérni, és így eltávolítható Szlovéniából. A jogszabály ellenére azonban a hivatal 2022. szeptembere óta az ombudsman ajánlásainak megfelelően jár el, vagyis akik kifejezik a menedékjogi kérelem iránti szándékukat, szabadon mozoghatnak, nincsenek bezárva. Ezt azonban a számok is tükrözik. Szlovéniában az év első felében több mint 20 000 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, és míg elfogáskor 19 500 jelezték a nemzetközi védelem iránti szándékukat, addig ténylegesen 3 000
2153 személy kért nemzetközi védelmet, ami annyit jelent, hogy Szlovénia területén az elmúlt fél évben körülbelül 17 ezer migránsnak nyoma veszett, vagyis a szabad mozgás miatt ennyien továbbmentek, folytatták útjukat nyugatra a célország felé. Mai migrációs körképünkben Szerbiából, Németországból és Szlovéniából hallhattuk a legfrissebbeket. Tudósítóinknak nagyon szépen köszönjük.